Köszöntöm nézőinket! Minden éves működés alapja egy önkormányzatban a gazdálkodás. Így hát a mai beszélgetésünket Dombóvár elmúlt évéről és az idei évről is kezdjük így, Pintér Szilárddal, a város polgármesterével. Köszönöm, hogy vendégül látott minket. Polgármester úr, ha végig kell gondolnia azt, hogy az elmúlt évben milyen súlypontjai voltak a város gazdálkodásának, akkor mik ezek? Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Azt gondolom, hogy tavaly év hasonló időszakában, mikor talán szintén beszélgettünk, 2022-t nem úgy gondoltuk, hogy valójában történt. Azt hiszem, hogy a súlypontok tervezése az egyszerűbb volt annál, mint hogy időszakokat kellett terveznünk, és ugye az évközben több időszakra kellett reagálnunk, és azt gondolom, hogy hála Isten az előző évek biztos stabilitással megteremtette azt, hogy tudtunk is reagálni ezekre az időszakokra. Nyilván 19-et követően 20-ba és 21-be stabilizáltuk a város pénzügyi helyzetét. 21-ben és 22-ben sem kellett már folyószámba hitelkeretet igénybe vennünk. A likviditásunkat saját bevételünkből tudtuk biztosítani és mindig fenntartani. Természetesen 2022. februárban bekövetkezett háborús helyzet, majd azt követően energiaválság újraírt az év folyamán többször a költségvetésünket. Nyilván mindezek ellenére büszkén és boldogan mondhatom el ezt, hogy azokat a beruházásokat, amelyeket elterveztünk, azokat végre tudtuk hajtani. Természetesen, amikor az az intézkedési csomagot össze kellett állítanunk, amely mentén 22 év végét és 23-at kell elkövetnünk, itt az energiaválság tekintetében gondolok ezekre a súlypontokra, próbáltunk kellőképpen költséghatékonyak lenni, igyekeztünk humánusak lenni, és megpróbáltunk minden intézményünk fenntarthatóságáról gondoskodni. Ez a csomag ez elkészült, és nyilván a tegnapi hírekben ki is derült, hogy Dombvár benne volt a 138 településben, és 2023-ban kaptunk egy közel 100 millió forintos támogatást. Nyilván intézmény vezetőinkkel, kollégáimmal meg kellett értetni, hogy erre miért is van szükség. Mára már mindenki a magáinak érzi. Hétről hétre olvasunk le minden fogyasztásmérőt, és azt gondolom, hogy ez a kontroll mindenféleképpen erősíti azt a bizalmat, amely eddig is élt bennem intézményvezetőink irányában, hiszen minden intézményvezető sajátjának tekinti az intézményét. Azt el lehet mondani, hogy ma az önkormányzati gazdálkodás egyik alappillére a rugalmasság? Alapvetően azt gondolom, hogy mindenféleképpen ezt ki kell mondani, hiszen nagyon gyorsan kell reagálni az eseményekre. Ez a változás management hosszú-hosszú éveken keresztül a közigazgatásban nem volt egy jellemző vagy ismert kategória, de a pandémia, majd ez az energiaválság felnyitotta a szektornak a szemét, és azt gondolom, hogy ma valamiről beszélünk, és lehet, hogy holnap az ellenkezőt fogjuk végrehajtani, de nyilván mindig arra kell törekednünk, hogy őrizzük meg higgadtságunkat, maradjunk nyugodtak, és a problémát úgy kezeljük, hogy ez nem csak velünk fordult elő, bárkivel előfordulhat, és nyilván nap mint nap válaszokat kell tudni adni a kihívásokra. Mi az, amit el kellett engednie a testületnek? Én azt gondolom, hogy nem nagy dolgokat kellett elengedni, és alapvetően a lakosság ebben együttműködő volt. Nyilván 2021-ben volt először műjégpálya Dombováron, az idén nem volt. Az adventi fények nem kerültek ki a városban, de mindezek ellenére azt láttam, hogy a karácsonyi terünkön, karácsonyi vásárban rengetegen voltak, az olyan búcsúztató futás, majd azt követő családi szilveszter soha nem látott tömeget vonzott magával, és az emberek mosolyogtak és jól érezték magukat. Én azt hiszem, hogy kellőképpen átgondolva, és a társadalom és a helyi közösség is elfogadta, hogy amiben élünk ebbe, csak így tudunk boldogulni, és nyilván keressük az élet apró örömeit, és keressük a társaságot és a közösséget. Amikor megválasztották polgármesternek, nyilván elgondolta magában azt, hogy mit fog tenni ebben az öt évben. Hol tart most ez a folyamat? Az elmúlt 2,5-3 évben azt hiszem, hogy a tervek elkészültek, szinte már mindenre rendelkezünk engedélyes tervekkel. Ugye Európai Uniós fejlesztési időszak szempontjából pont a végén lettem polgármester. Nyilván ilyenkor van egy-két év átmeneti időszak, amikor a források kinyílnak újból. Ez az időszak most egy picikét elhúzódott, hiszen azért Magyarország és Brüsszel között egy nagyon komoly szakmai vita zajlott. Nagyon örültem, amikor felszállt a füst, és úgy döntöttek, hogy Magyarország megkapja a fejlesztési forrásait. Nyilván ez az időszak sem teltétlenül, hiszen Dombovár, Tolnamegye több mint 100 településével továbbra is versenyben van,
hiszen a területfejlesztés tervezési területe az a megye. Nyilván itt a fenntartató városfejlesztési stratégiában az 5 kiemelt településkézé bekerültünk, ami mára már tudomásom szerint csak 3, és nyilván ebből adódóan a fenntartató városfejlesztési stratégiánkat elkészítettük a nyár folyamán, amelyet ősszel a pénzügyminisztérium jóvá is hagyott. Ebből adódóan az elkövetkezendő 4-5 évben Dombaváron 7 milliárd forint fejlesztési forrás lesz elköltető reményeink szerint. Örömteli volt a hír, hogy ennek a pontos részletnek a kidolgozására tavaly évvégénben nyújtott pályázatunk 80 millió forint értékben támogatást nyert, és éppen most folyik annak a cégnek a kiválasztása egy beszerzési folyamat eljárás mentén, akik ezt el fogják részünkre készíteni. 3 nagyon komoly vállalásunk volt, és hogy komoly vállalásunk volt, ezt a többes számot azért is mondom képviselőtesteti csoportomnak, és hála Isten országgyűlési képviselő is beállt ebben a sorba, és erősítette hitünket, ezt a 3 dolgot bátran vállaljuk fel, hiszen ő biztosítja azt, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ezek közül a mentőállomásnak már az építési engedélye kiviteli terve megvan. Épp, ha jól sejtem, a vállalkozó kiválasztása van folyamatban. Az SZTK tekintetében egy 18-ban elvérzett pályázatot visszahoztunk az élők sorába, mint egy 300 millió forint értékben egy első ütemes felújítás az idén meg tud kezdődni, akár be is fejeződni. És ami nagyon nagy dolga, a térségi sportcentrumunknak a végleges kiviteli terveinek a jóváhagyása a napokban fog megtörténni a terv ellenőri bizottság által BMSK közreműködésével, amely nyilván megnyitja annak a lehetőségét, hogy egy feltételes közbeszerzési eljárás elindulhasson, és nagyon-nagyon optimális esetben valamikor ősszel egy alapkületét el is sor kerülhet. A mentőállomás terve az egy nagyon régi terv, és egy nagyon, nagyon égető helyzet a környéknek. Azt gondolja, hogy ez az egyik legfontosabb beruházása a városnak? Én nem gondolom, hogy ez a legfontosabb beruházása a városnak, hiszen ezt az országos mentőszolgálat volt itt a kedvezményezett 2020-ban, nyilván Nováros kezdeményezésére kapták meg azt a kellő mértékű támogatást, amelynek mentén el tudtak indulni. Nyilván ott a kivitelezés már az ő feladatuk lesz. Mindenféleképpen nagyon fontos, és a pandémia rá is világított, hogy a mentősöket kiemelten kell tudnunk kezelni, és pillanatnyilag méltatlan állapotok között vannak. Egyébként legyünk őszinték, hogy az állampolgárhoz honnan érkezik a mentő, az őneki teljesen mindegy, időben odaérjen, és el tudja jutatni abba az egészségügyi intézménybe, ahol rajta tudnak segíteni. De miután az egészségügyi ellátás alapvetően változik, és ugye egy átmeneti időszakot élünk, és július 1-től a mentőszolgálat fogja ellátni még az esti ügyeleti rendszert is, ezért azt gondolom, hogy ez a kérdés még fajsúlyosabb, mint akkor 19-ben beszéltünk róla. A járóbetegellátó intézménynek a felújítása szintén már az okfőhöz tartozik, hiszen az ő tulajdonokban is állami fenntartású, de azt gondolom, hogy 35 ezer ember ellátásáról gondoskodik ez az intézmény pillanatnyilag Dombaváron. Nyilván az ezt követő legnagyobb egészségügyi intézményünk a Szabadság utcai Arany János téri orvosi rendelő felújítása megkezdődött, az első ütemben túl vagyunk, a második ütemben folytatjuk, és gyakorlatilag a 2 házi orvos, a fogorvosok, a gyerekorvosi ellátó rendszerünk nyár végére vissza tud költözni az eredeteire. Dombvár szempontjából ezeket a súlypontokat érzem nagyon fontosnak egészségügyi ellátás szempontjából. A térségi sportcentrumra pedig mindenféleképpen szükség van, hiszen van egy omladozó szuhai sportcentrumunk, van egy igen veszélyes állapotban lévő úszodánk, tehát valamerre előre kell tudnunk lépni, és nyilván azt hiszem, hogy ezek a tervek és azok az ígéretek, amelyekkel bírok itt a térségi sportcentrum tekintetében, ezek valóban valóságra fognak válni, és nem csak álmok maradnak. A város működésének megítélése az nagyban függ attól, hogy az oktatási intézményei hogyan működnek, még akkor is, ha egyébként nem a város fenntartásában vannak. Ezen a területen jelentős változások zajlottak. Azt gondolom, hogy azok a politikai csaták, amelyek jellemezték Dombavárt, 19-ben megszűntek, és nem azt mondom, hogy beálltunk a sorba, hanem elkezdtünk észrevenni és racionálisan gondolkodni, és úgy alakítottuk a mindennapjainkat is. Nyilván nagyon fontos számomra, hogy oktatás és köznevelés tekintetében és szociális ellátórendszerben is ma már több egyházi intézményünk van, akár általános iskola, középiskola, idősek otthona, szenvedélybetegeket ellátó intézményrendszer. Tehát azt hiszem, hogy
református, katolikus, evangélikus, metodista, baptista, máltai. Ma kimegyünk az utcára, már mindenkivel lehet találkozni, gomba várom. Ami nagyon pozitív volt számomra, és nagyon örültem neki, a legutóbbi fenntartó váltás, szeptember 1-ével a belvárosi iskolát az evangélikus egyház vette át, és amikor próbáltak némi káoszt teremteni a helyi politikában, akkor azt gondolom, hogy a szülők megadták a helyes választ, hiszen 86%-a igennel szavazott, és ez az intézmény így kerülhetett át egyházi fenntartásban. Ezt követően már többször megfordultam az intézmény falai közt, és azt gondolom, hogy jól döntött a testület januárban, hogy ezt a lehetőséget kinyitotta, és a szülőknek szeretném megköszönni, és ma már utólag gratulálni is nekik, ez egy jó közös döntésünk volt. A város számos civil szervezettel tartja a kapcsolatot, ítéli meg, vagy segíti az önkormányzat munkáját a civil szervezet. Jobb lett a viszony a civilekkel az elmúlt évek során? A civileket én azt hiszem, hogy az a centralizáció, ami jellemezte az előző korszakot, megszüntetésre került, és 20-ban mind a sportegyesületek, mind a civil egyesületek önmagukból választottak egy elnökséget, működtetünk egy sporttanácsot és egy civil tanácsot, saját maguk hozzák meg a döntéseiket. Én az általuk hozott döntéseket elfogadom és támogatom. Nyilván tetemes módon emeltük a finanszírozásukat is, és a finanszírozások elosztásában mindig akkor is, amennyiben elfogadjuk a tárgyévi költségvetésünket, megkapják a keretösszeget, saját maguk döntenek. Szerintem ez nagyon fontos, és ők ismerik egymást, ők vannak egymással napi kapcsolatban. Nyilván a képviselőtestületen belül egy képviselő kollégám civil tanácsnoki funkciót lát el, és nyilván vele tárgyalnak a civil tanács, illetve a sporttanácsnak az elnöksége is. Mennyire tud támaszkodni a város a civileire? Mára már azt mondhatom, hogy abszolút, hiszen ez a társadalom nyitott volt eddig is. Minden rendezvényünkön részt vesznek, minden rendezvényünk előkészítésében aktívan részt vállalnak, és amikor munka van, akkor sem utolsók a sorban. Látva és tudva, hogy mi minden vár Magyarországra gyakorlatilag ebben az évben, mik azok a fő csapás irányok, amelyre Dombóvár tovább mehet? Én azt hiszem, hogy azok a beruházások, amelyeknek tervékészen vannak, és ezek közül többre már a forrás is rendelkezésünkre áll, és olyan nem látott léptékű csapadékvíz projekt Főutca és Adendre utca vonatkozásában több mint 1 milliárd forint értékben az idén egész biztos, hogy meg fog valósulni. Nyilván ennek mentén tovább haladva szeretnénk befejezni az orvosi rendelőt, mint ahogy említettem már, mellettünk levő zeneiskolát szeretnénk felújítani, épületét is azt megtölteni közösségi funkcióval, és ami már egész biztos, hiszen a forrás rendelkezésünkre áll, és a kiviteli tervek elkészülésére várunk, hogy a 6 hektáros ipari park infrastruktúrális fejlesztését el tudjuk követni. Nyilván itt a 6 hektárból már 2 hektár területünk el is kell, következő 2 hektár területre már nagyon komoly érdeklődők vannak. Én hiszem, hogy új vállalkozások fognak megjelenni évvégén, jövő év elején Dombóváron, és ezáltal újból munkahelyeket tudunk teremteni, és a fiatalokat helybe tudjuk tartani. Meghatározó volt ipadilag, gazdaságilag Dombóvár mindig is a megye életében. Meg tudja erősíteni ezt a szerepet? És ha igen, akkor milyen lépéseket kell ehhez még tenni? Hát, hogy ez egy kurta furcsa helyzet, amikor arról beszélünk, hogy hogyan tovább, és nyilván a vállalkozóknak a sorsa hasonló az önkormányzatokéhoz, ugyanaz az energiaválsággal küzdenek, amivel mi küzdünk. Nyilván bizakodunk, és ezért is fejlesztünk tovább. Menet közben ugye létrejött egy vállalkozó egyesület is Dombóváron, és velük is folyamatosan tartom a kapcsolatot. Szinte napi kapcsolatban vagyunk, de azért negyed évente leülünk el és beszélgetünk. Én azt látom, hogy a dombóvári vállalkozók még nem törtek meg, egyelőre optimisták. Nyilván az, hogy a tartalékaikból egy pici részt fel kell élni, ezzel már szembenéztek, de azt hiszem, hogy látják az alagút végén a fényt is, és mindenki abban bízik, hogy az a 2010 és 20 közt megerősödött KKV szektor túl fogja élni ezt a válságot is, és töretlenül tudnak tovább menni. Nekünk azt gondolom, hogy azokat az infrastruktúrális feltételeket kell tovább javítani, hogy ők maradjanak és érkezzenek újak is. Tavaly, mikor itt beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy az autópálya projekt nagyon fontos eleme lehet ennek a fejlődési folyamatnak. Hol tartunk most ebben?
Hát nem szeretném önmagamat ismételni, ugyanazt tudnám elmondani, mint tavaly. Ugye, amikor egyszer tavasszal az M9-es nyomvonalon a mentén különböző térképek láttak, illetve napvilágot is kerültek és futottak, akkor bizakodóak voltunk, hiszen ennek az engedélyes tervei már megvannak évek óta, ezzel lehetne konkrétan és foglalkozni már, de nyilván legyünk őszinték, azok a pénzek, amelyek most más célra kerülnek felhasználásra, és nyilván hiányozni fognak az állami költségvetésből, nem látom rózsaszínben a világot, és nincs illúzióm, hogy itt egy-két éven belül az M9-es autópálya építése el fog indulni. Ez visszahúzza egy picit azt a fejlődési folyamatot, amit Dombovár befuthatott volna? Meg vagyok győződve róla, hogy igen, hiszen egy autópálya az mindig vonz vállalkozókat, vállalkozásokat, és nyilván a minél gyorsabban el lehet juttatni az alapanyagot, illetve készárut vissza a vevőhöz, ez mindenféleképpen vonzóbbá tesz egy települést. Ettől függetlenül hiszem, hogy az a lépték, amelyen eddig boldogultunk Dombováron, ha megőrizzük és egy picit javítunk rajta, akkor a Dombovár életképessége meg fog maradni. Dombovár, mint a térség meghatározó városa, gyakorlatilag viszi a vállán a Kaposmenti kis térséget is. Mennyire látja azt a fajta együttműködést, amit a város és a környező települések polgármestereivel eddig el tudott érni? Azt gondolom, hogy 98 óta, mióta polgármesterek a térségben, és ebben most már több mint másfél évtizede a társulás elnöke. Nyilván cserélődtek a kollégák településenként, de azt gondolom, hogy a kemény mag megmaradt, és megőriztük azt a szellemiséget, amely miatt ez a társulás létrejött, és még ma is működik. Nagyon fontos, hogy kollégáim tudomásul vették, hogy azzal a humán erőforrással, amellyel tud rendelkezni egy város és egy társulás, ők nem tudnak, hiszen nagyon nehéz lenne őket vidéken tartani, szinte megfizetetlenek. Ezt a szövetséget ez fűzi igen erősre, és továbbra is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy őszintén tudunk egymással beszélni. Természetesen a TOP pluszos források tekintetében mindenféle segítséget megadunk, megpróbáljuk a lehető leggyorsabban eljutatni mindenkihez az információt. Nyilván nagyon fontos számomra, mint megyei önkormányzati képviselőként, hogy a területfejlesztési osztályon nagyon jó viszonyt ápolok, és ebből adódóan többször tartunk olyan fórumokat, és próbálunk olyan támpontokat nyújtani, hogy már a tervezés időszakában is tudjuk kollégáimat segíteni. Természetesen ezen túlmenően nagyon fontos a közös megjelenés, hiszen olyan platformok vannak, ahol közösen tudunk megjelenni. Ezek közé egyiknek ugye egyikes példája a Kaposmenti magazinunk. Ezen túlmenően ugye üzemeltettünk, éveken keresztül adtunk ki újságot. Nyilván úgy tűnik, hogy ez 2023-ra egy kicsit eldevalválódott, ezért egy közösségi platformmal jelentünk meg január 1-ével, és van saját Facebook a Kaposmenti társulásnak is. És ami ennél szerintem sokkal nagyobb előrelépés volt, hogy szeptember 1-én úgy beindult a Dombovári Rádió, ami alapvetően az egész dombovári járást lefedi, és nyilván ezáltal próbálunk olyan csatornákat teremteni a települések részére is, hogy mindenkihez időbe eljussanak a hírek. Én nagyon bízom benne, hogy 23-ban is ez az együttműködés töretlen lesz, és sokkal több időnk lesz arra, hogy tervezzük a jövőnket, mint ugye a beszélgetés folyamán többször elhangzott, hogy rengeteg viszmajor helyzet alakult ki 22-be, amire nagyon-nagyon gyorsan kellett reagálni, de remélem, hogy 23 év második felében vissza fog állni a világrendje újból. Lehetnek még, vagy egyáltalán lehetnek közös céljai, fejlesztési céljai a Kaposmenti településeknek, hogy ott tartunk, hogy mindenkinek a saját településén kell a fejlesztéseket vagy fejlődést biztosítani? Ez egy örökzöld téma. Nyilván én most azt hiszem, hogy ezek a források, amelyek megjelentek és el tudnak költeni, ez inkább róluk szól. Ebben nem látok nagy közösségi lehetőségeket, de nyilván ez az együttműködésnek a lehetőségét nem zárja ki. Azt gondolom, hogy amivel nagyon tudnánk előrelépni egy mobilitási tervvel, hogyha a térség már egy kerékpárút hálózatot tudnánk létrehozni, ez a terv ez többször már előkerült. Én nagyon remélem, hogy előbb fog ez elköszönni, mint az M9-es. Jövő ilyenkor mivel lenne elégedett? Milyen várossal? Hát jövő ilyenkor azt szeretném, hogyha kinéznék az ablakon és hót akarná a természetet. Ez nyilván egy nagyon apró kérés, de ebben nem igazán vagyunk döntő helyzetben. Én nagyon szeretném, hogy azok a beruházások, amiket mondtam, megvalósulnának. Nagyon szeretném, hogyha év végére a fenntartható városfejlesztési forrásokból egyszerűen fogalmazva végre kinyílnának a csapok,
és nyilván elindultnánk azon az úton, amelyet aprólékosan próbáltunk felépíteni, és próbáljuk egymásra rakni azokat a téglákat, amiből el fog készülni ez a fal. Polgármester úr, jó munkát kívánok erre az évre, köszönöm a beszélgetést!